Ez a díj azért fontos, mert nem csak a szakmai elismertséget hozza, hanem hozza azt a társadalmi szerepvállalást, amelyet minden komolyan gondolkodó agrár szakember magára vállalhat. Van, aki magára vállalja, van, aki nem. Mi azokat az embereket figyeljük, legjobban, akik vállalkoznak, és nem csak a szakmában, hanem a közéletben, a környezetük figyelésével, a környezetük megbecsülését élvezik, ezen keresztül tudjuk mi is, hogy ők hogyan gondolkodnak. Ha egy szakember a szakmai igényessége révén felelősséggel tartozik önmagának és a környezetének, akkor ez társadalmi funkciójában is erősíti, és megnyilvánul abban, hogy oda is odafigyeljen, és ő rá is odafigyeljenek. A generációváltás érvényesül a jelöltek megjelölésében, a jelöltek kiválasztásában. És a fiatal generáció közül, akik ebben a döntőben részt vesznek, ők mindannyian érdemesek a év agrár embere címre, csak éppen egyik évben egyik győz, a másik évben a másik. De jók a fiatalok, jók azok, akiket kiválasztunk, és ez biztosíték a jövő generációjának és a jövő mezőgazdaság fejlődéséhez.